A Nyíregyházi Állatbarát Alapítvány telephelyén gondoskodnak a kutyákról és vigyáznak rájuk. Mégsem a legideálisabbak a körülmények ezekben a kennelekben. Novákhajtó Éva, az Állatbarát Alapítvány telephely vezetője szerint az etetés, itatás és tartás mellett a kutyáknak érzelmi szükségleteik vannak. Családba fogadva, gondoskodás mellett érzik jól magukat. Fontosnak tartom azt, hogy a kutyát úgy kezeljük tényleg, mint egy családtagot, tehát amellett, hogy a megfelelő számára megfelelő minőségi táplálékot biztosítjuk, emellett ugye az orvosi kezelése is folyamatosan kontroll alatt legyen tartva. Gondolok itt arra, hogy a kullancs, bolha, szúnyog elleni védekezés nagyon fontos, hiszen hogyha el van hanyagolva ilyen szempontból az állat, akkor nagyon sok olyan betegség felütheti a fejét, ami bizony elég rendesen megterheli a pénztárcánkat. Kutyakötelesség útmutató a felelős kutyatartás jogszabályi előírásaihoz című kötet a Nébih kiadásában jelent meg, és felvilágosítást nyújt többek között a kötelező oltásokról, a mikrocsippel történő jelölésről és a sétáltatás szabályairól, vagy a tartós kikötve tartás tilalmáról. Magyarországon probléma, hogy 100 000 elhagyott vagy elkóborolt kutya járja az utcákat országszerte, és a kontroll nélkül szaporodó gazdátlan macskák száma is ennek többszörös tehető. Fontos ugye az ivartanítás kérdése is, hiszen rengeteg felesleges alom születik meg. Nálunk is jelen pillanatban közel 40 kölyök kutya várja azt, hogy családra találjon. Ők mindannyian olyan helyekről kerültek be, ahol tulajdonképpen kidobták őket, tehát mezőkről, út széléről. Vannak köztük olyanok, akiket zsákba kötözve találtak meg. Tehát azok a gazdák, akik ugye nem gondoskodnak az ivartanításról sem, és arról sem, hogyha ivaros a kutyájuk, de ne engedjék ki az utcára, vagy birtokhatáron belül tartsák. Bizony azok a kutyák szaporodnak ösztönből, nem szerelemből, nem azért, mert ők vágynak az anyasságra, hanem azért, mert az ösztönük ezt diktálja. Nyugat-európai országokban a jogi szabályozások és a szemléletváltásnak köszönhetően már nincs tartósan utcán élő állat. A hatóságok feladata mindössze a mikrocsippel ellátott elveszett kedvencek visszajuttatása gazdáikhoz. Itthon az állatvédelmi törvény hatályba lépése óta súlyos szankciók kilátásba helyezésével igyekeznek az állatvédelmet és a felelős állattartást elősegíteni.